Jó reggel, Vietnám idő csatornán! Sziasztok gyerekek! Képen jelentkezik a következő csodálatos 7 Days to Die-jal. Nagyon gyorsak leszünk, mert egy csomó mindent szeretnék most csinálni, meg ma csinálni. Úgyhogy tényleg kapkodós lesz a dolog. Kicsit átgondoltam, hogy mégis mi lenne nekünk a csoda, mi lenne nekünk a jó dolog. És ezért, már tudom. Először is fel kellene tolni a kajánkat, a kajaszintünket. Egyébként ami miért akar ez? Nem akar? Ne szórakozzál. Nem akar, vagy akar? Nem akar. Nem akar, vagy akar, akar, de nem akar. Egyébként ott voltak olyan dolgok, amik nem oda való voltak. Jó, úgy gondolom, hogy ennyi dolgot viszünk magunkkal. Ezért ezt a géppuskát, vagy ezt a szögbelőt, ezt kirakjuk a fegyverekhez, mert nekem nagyon nincs arra a szükségem. Viszont az eladható cuccokból valószínűleg, hogy kellene vinnünk dolgokat, igazából itt nincs is semmi. Viszont a páncélokat, amik itt vannak, azokat valószínűleg el fogom adni, mert egyelőre nem jobbak, mint az enyémek. Igazából, ja, annyira nem jobbak. Ez mondjuk Light Armor, Military Vest, Stamina, meg ilyen Modifit, meg ilyen, vagy Mobility, meg Noise, az sokkal jobb, mint az enyém. Mit hordok én akkor, úristen? Az a Military Vest, ez nem rossz, csak ugye izére vagyunk pakolva szerintem. Miért az inventory-t nyomod meg, gyerek? Mi most ilyen nagyon védettségre, mondjuk az egy 6-os árbar. Szóval akkor, ja, ezeket valószínű, hogy el kellene adnom, nem? Van egy csomó olyan cuccom, amit szeretnék eladni, és főleg ezek a nagyobb szintűek, ez is ugye minden másra jobb, de ugye nekünk a védettség lehet, hogy most már fontosabb, figyeljetek ezeket. Ezeket miért ne vigyem el eladni? Ugye úgyis mindenképp a boltba megyünk, akkor passzoljuk már el őket, mert mondhatni, hogy semmi szükségünk nincs rá. Jó, szerintem fegyverek körül annyit kéne csinálni, hogy nem kellene olyan baromi sok lőszer vinni, mondjuk 150 darab ilyen elég lesz, 300 darab olyan lőszer elég lesz. Úgy gondolom, talán. Mondjuk a 762-esből vigyünk még egy pakkal. Oké. Okay. Elő kellene venni a robotomat. Inventory-t nyomok, I betűt nyomok a gyerekek az inventory borzalom. Hol a robot? Csak vagyok, vagy mi? Kidobtam? Kidobtam fegyverhez? Elő van véve? Nincs elővel. Hazud. Kidobtam a piához? Hol a robotom? Mi? What? He! Halló? De! Hol a robotom, gyerekek? Most én dobtam ki, nem dobhattam ki. Hát megnézem azokat a dolgokat, ahol turkáltam, ugye eladható cuccokat néztem, gyógyszert nem néztem, fegyvert néztem. Hát most te szórakozzatok velem, hol van? Jó, ti vissza tudjátok pörgetni meg minden, de egyetem hol van? Páncélt néztem, ott nincs már semmi. Fegyver, nem néz. Várjál, ízét néztem. Köveket raktam ki, nem? Baza, itt van, hallod? Nagyon beszortam. Ezt visszük magunkkal, ezt a csavarkulcsot, hát, hogyha... És mi, az a durva, hogy inventory néz, amikor inventory nézetet nézek, akkor ez a cucc. De ezt nem bánom, hogy miért. Na mindegy. Remélem, hogy sokáig nem fog tartani. Jó, akkor eladható szokat visszük. 6 órakor nyit a bolt, a távoli bolthoz megyünk, szóval az így fog fölépülni. Van kajám nálam, van piám nálam, kötszert kellene vinni, mert azért az nem baj, hogyha van nálunk. Meg lehet, hogy le is kellene rakni, ugye, mert lesz itt baj, hát ha. Vigyünk egy nagy pakkot is, így, és akkor így egész jól el vagyunk, nem? Más talán nincs, másra talán nincs szükség egyelőre. Oké, várjál, van kávénk? Kávét az vihetnék, hogy gyorsan fussak, gyorsan csinálják minden. Jaj, nincs. Várjál, itt kell lenni a kávének. És miért van itt egyébként ezben? Nem tudom elképzelni. Jó, van, kávét is iszünk. Akkor mehetünk is, én úgy gondolom. Be vagyunk tárazva? Nem vagyunk betárazva. 450 előszer biztos elég lesz. Elindítok egy órát magamnak, hogy azért nagyjából egy órás legyen egy rész. Ne legyen ilyen 3 órás részeket, nem gondolom, hogy érdemes lenne csinálni. Jó, oké, meg vagyunk mindennel. Húzzunk a francba, gyerekek. Megyünk a távolabb, legtávolabbi. Vagyatok, ezt be kell kapcsolnom ahhoz, hogy
ki tudjunk egyáltalán menni. Megyünk a legtávolabbi, nem a legtávolabbi traderhez, hanem amelyiken én legtöbbet csináltuk, tudjátok, ott a sivatagban, ahol a régi bázisom van. Ez remélem kinyílik, mert nyílgázon megyünk. Ó, nagyon jó, gyerek. Hoppá, tudod mit nem csináltam? Nem tankoltam, de nem is baj, 34% szerintem azt fogom csinálni, hogy biztos, hogy találunk majd menet közben autót, szétkapjuk, ahogy is kellene az alkatrész, ez mindig jó, hogyha van. Na, küldjük neki, gyerekek. Oké. Okay. Nem halk egy kicsit a játék nekem, mint hogy halk lenne, vagy lehet, hogy csak nekem? Na mindegy. Egyébként van egy ötletem, hogy kicsit tovább fejlesztünk egy-két dolgot. Oda nézzetek, mekkora erdőm van. Azt a betyár ugrottam egyet. Ja, van egy csomó ötletem, hogy miket kellene csinálni, majd meg fogjuk valósítani, hát... egyelőre akkor mondtátok, hogy jó lenne egy kis questelés, meg egy kis jó kis pörgős gameplay, ne csak építkezzünk, de fogunk építkezni, közben így rá kell állni az agyamnak arra, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és egyébként van egy csomó minden, amit meg akarok. Van olyan... te hallod, ez még mindig itt van? Oh! Betyáró isteni. Megcsúszott a motor. Megcsúszott a motor, nem kell volna ráállantani ezért a kormány. Tudjátok, van az a vicc, amikor fölveszi a sofőr a csávót, stoppost, és akkor így... mondja, hogy... hogy elalszik, és akkor három ilyen zökkenést hall a sofőr, és akkor... hát ez mi volt? Hát... elütöttünk valakit, de... az csak egy zökkenés lenne, hát hogyan? Hát fel a járdára, elütni le a járdára. Jó, oké. Oké. Ja, van 5 óra 16 van, úgyhogy van még egy kicsi idő. Nem tudom, a bányát azt kilutoltuk frankó módon, mi gyerekek? Azt is jó lenne megcsinálni. Nem tudom, volt? Várj, itt egy autó, ezt szerzünk belőle üzemanyagot. Oké. Na, hál' Isten, legurultam a botorok. Ja. Egyébként, ha bármilyen menüt megnyitok, akkor így recceg a legere, nem? Ezt nem tudom elképzelni. Valószínű, most ásni nem fogunk, csak nehogy eladjuk el ásunkat, jó? Arra azért figyeljünk. Mindjárt lett benzinem, látod? Meg egy csomó minden alkatrész, amit szerintem már lassan megtelik az inventorim bele. Csankoljuk meg a jelbeld akkor már. Hány százalék lett bele? Jó, hát ez jó sokat tankoltunk bele, nem mondom. Ezzel aztán elvegyük a bucsóba. Ott is egy verda. Figyeljetek, akkor gyorsan ezeket a kocsikat szétszedem, aztán megvárjuk 6 óra. 6 óra 5 vagy 6 óra 10 körül, mint az... halt! Azt nem felejtett el a keeper. Hoppá, itt egy hátizsák, és nincs kilutolva. Gyerekek, egy murky motor, meg egy belly, az a... az. Jegyük meg, mert ezt a biztos jót tesz nekünk, az a háromszem belly. Belly az más. Jaj, de hülye vagy kibe. Álljál meg, tesó, figyelj. Inventorit adjál nekem, vagy valami zsákocskát. Mert akkor az olyan dolgokat, amiket így... mi, hogy összeszedünk, akkor ezt így beszórnám neked, jó? Ugye ezeket szedtük össze például ezt a kettőt, mert nem kellene eladni, vagyis ezt a hármat, a többi az mehet mind a levesbe. Valószínű még szedünk szét autót, akkor ugye ezeket beszórom ide csávónak, nem eladható dolgokat, vagyis a nem eladó dolgokat. Ezt vagy mindig bedobjuk neki. Jó, nincs máshol itt egy verda, vagy valami csoda. Itt jött meg a farkas, emlékeztek rá arra a szituációra? Nem volt szép. Valahol itt, amikor itt jöttem erre, és akkor itt egy fekete farkas kinyílt minket. Egyébként ahhoz képest szerintem nem haladunk rosszul a játékban, mármint hogy egész kis kellemes ügyesek vagyunk. Egyébként, ja, be lehet-e ugrani oda? Vagy mi történne, ha én ide bevennék? Ja, így kidob. Jaj, de jó. Kidobott, és pont valami kaktuszra, vagy nem tudom mire. Úgyhogy még sérültünk is, de szuperek vagyunk. Túl vagyunk terhelve. Még mindig van olyan, hogy túl vagyunk terhelve, beszarás. Nem gondoltam volna, hogy... még mindig van ilyen szituáció. De hát ezt gyorsan kiszórjuk, ezt meg belerakjuk majd úgyis a motorba. Picit itt nézelődünk, jó? Hát, jó, még van 43, van még van pár percünk, amíg igen, ezt kidutoltuk. Nagyon messze nem érdemes elmenni. Ugye itt volt a régi bázisom, ott van egy-két autó, azt gyorsan szétkapom, aztán meg lesz az üzemanyag bőven! És akkor nyomjuk a küldetéseket, nem is tudom milyen küldetés, ennél már valami tier 4-es küldetések voltak, mondtátok, hogy talán a tier 5-ös a legnagyobb. Egyébként már kim van az alfa, mármint a teszt verziója, azt hiszem a következő verziója ennek a játéknak, csak nem nagyon akartam átállítani, meg nem tesztelgetünk, hanem inkább csináljuk ezt a sorokat, aztán, hogyha ilyen
Hagyjuk, hogy ilyen véglegesbe kijön, akkor majd izélünk. Akkor majd mindenképpen úgyis fogunk vele játszani. Egyébként van egy-két játék, amit nagyon szívesen kipróbálnék még. Ugye beszéltünk arról, hogy az olyan játékok, amik nem... Aha, és ez nem is tudja már. Ja, mert ez meg a loot volt benne. Ott van egy csont, azt adatja. Amik olyan játékok lesznek, ez mi volt? Spring. Már hol vagy, haver? Mire mögöttem? Gyere ide elém szépen. Ne szórakozz el velem, storage. Ja, hogyha valaki tudja a megoldást erre, hogy itten... Nem kiszeded, berakod. Valaki tudja a megoldást arra, hogy mi a szarér van az... Mi a sont, ez nem érdekel minket, a string az kell, és akkor... Jó, nagyon jó. Kis üzemanyagot szereztünk legalább. 6 óra van, szerintem most már húzókodhatok vissza szépen a motoromhoz, mert ugye a motor az még távolabb van. És akkor beülünk, megnézzük, hogy mi van nála. Eladjuk a cuccokat, megnézzük, van-e esetleg valami olyan, ami nagyon érdekelne minket, de ugye mindenképp inkább a küldetésekre specializálódok. Nagyon tetszik egyébként ez a fegyver. Jaj, úgy imádom a fegyvereimet. Tök jó, már majdnem minden egyéb. Hát, ja, vannak 6-os szintű fegyvereim, jól viselkednek. Ez a pisztoly, ezt nagyon szeretem, ugye van rajta scope, meg ráadásul silencer is, és az ötök... Aha, ki is nyílt. Jó, igazából be is mehetek aztán a motorért, visszamegyek később, tök mindegy. Elcsik útban nem kell kétszer menni. Ja, jó, mert már kajára abszolút nem kell költenem, annyi kajám lesz, amennyit nem bírok megenni. Valószínű, ugye így itali is. Egyébként lehet, hogy kellene csinálnom egy tavat magamnak oda, egy víznyelő helyet belőle is, akkor nem lenne probléma. Figyelj, összem inventorizzunk, azt adjuk el a cuccokat, amik. Az igen. Nem tudom. Ja, véve a szeleli, jó, oké. Okay. Figyelj, eladunk minden. Hát figyelj, ezeket nem fogom használni. Minek? Legyen az, hogy szabaduljunk meg az olyan dolgoktól, amit... Abszolút, a fegyverek között is egyébként vannak olyan annyi cucc, amik abszolút nem lesz használva. Ugye ennél lehet, hogy tudnék venni járművet, például a helikopternek az alkatrészét, vagy ilyesmit, de egyelőre nézzük meg itt a speckó dolgoknál, hogy mi van, figyelj, Urban Combat. Tudok bootsot csinálni. Aha, shotgun mesiásos. Tube módot tudnék. Ezeket egyébként tök érdemes lenne megvenni, ugye különböző megtanulható dolgokat, mert azzal nyersz, mert az ugye ilyen örök tudás lesz, ugye. Na itt mondtam, ugye van izé, gyroszkóp kaszni 36 ezerért, vagy gyrokopter kaszni, helikopter tudnánk csinálni. Egyébként lehet, hogy rá kéne feküdni erre. Legelőször egyébként az volt ugye a challenge, hogy hogy csináljunk gyrokopter, de mondok is. Jó, gyerekek, most egyelőre nem veszünk semmit, akkor inkább rámegyünk a Jabra. Ez mi az, hogy speciál job? Opening trade routes. De ez már meg volt egyszer. Nem volt meg? Ahogy ne lett volna, ezt megcsináltuk. Négyesek. Clear. Várja, nézzük meg. Utálok a városba mászkálni, megmondom őszintén, és ez megint csak nyugatra van. Tehát nyugatra is, délnyugatra nem nagyon. Olyan lenne jó, hogy nem nyugatra is, délnyugatra. Van északra egy, meg van keletre egy 976-ra. Meg egy délkeletre, egy kilométerre, menjünk erre, Cliff Zombies, 4-es tír. El is fogadtuk, azt adjunk neki, hát ez valószínűleg nem lesz egy egyszerű küldetés természetesen, de nem nagyon zavar minket, mert kemények vagyunk, mint a Rambo 3. Hova? Ne! Ugye vagy itt, elfogadtad a délnyugatot, pont azt van, de várjál, ja az délkelet! Ja, keletre van az, várjál már, és akkor ilyenkor nem ad izét, másikat, hát az lehet droppolni, nem azt a küldetést, vagy eldobni, vagy akármicsoda, vagy nevelik ezt. Ezt lehet? Lehet ezt tüntet? Nem. Jó, el lehetett. Gondolom újra fel lehet menni egyébként. Nem lehet felvenni. Hülye vagyok, keletre ne legyen. Nyugatra lehet. Nyugatra is, az jó közel is van. Jó, hát eldobtam egy küldetést, remélem, hát nagyon hátrányát nem szemberek egyébként, ez csak 600 méterre van, szóval tök jó. Ja, veretjük neki. Tier 4-es küldetések, valószínűleg ezek elfogynak, akkor ugye talán kapunk másikat. Nem tudom, hogy hol kell Clip Zombizni. Gyerekek, nehogy már megint a izé. Nehogy a Shotgun Messiáshoz küldje, hát ezt múltkor megcsináltuk. Ez nagyon arra mutat.
Hallod, ez mi? Ezt nem lehet, hogy kétszer shotgun mesiás, ugye? Gyárhoz. Fazek, ezt oda fog mutatni. Hallod, ezt megcsináltam! Nem, ez nem oda mutat. Te, ez oda mutat! Te hallod, ez be... Még egyszer is meg lehet csinálni ugyanazokat a küldetéket. De hát ez egy beteg nehéz küldetés lesz. Figyeld már megint! Ez nagyon durva mi? Hogy? Hallod, ez egy kemény küldetés. Nem, már megint itt van az ügye. Ezt mindig elütöm. Mindegy, végig... Hát, ez nagyon nehéz, ám, hallod? Hát, te hülye ez. Menjünk Rambo módba. Nincs shotgun azzunk. Hello, van itt valaki? Gyertek ide! Szétlőlek benneteket mindenkit, aki van. Gyertek le! Gyertek fel! Támadjatok! Ne vicceljetek! Keeper megjött! Itt a Keeper! Ja, mondjátok meg esetleg, hogy akkor milyen küldetés kell csinálnom, hogy nem mindig ugyanazt kapom. De most ez miért kaptam ugyanazt? Nem jött rá. Na várjátok, keményben nyomjuk el, ne szórakozzatok. Na mi van, van itt valaki? Nem is szórakozzatok, szét... Darálok mindenkit, pikpak. És itt már valaki üd valamit, ezt be is teszem ezt az ajtót. Tényleg sehol senki? Ugye mondom, neked már akar a játék, úgyhogy valószínű, hogy kemény dolgok történhetnek valahol. Ezt be kéne törnöm. Oké, itt van egy... Érdekes, érdekes felépítés ennek az egésznek. Könyves polc, mindig jó. Igen, most így mondhatni majdnem mindent összeszedek. Aha. Incoming enemies van. Ezt szétverem pikpak. Kemények vagyunk, kám. Egyébként most már kellene buffolnom magam, nem? Hogy mit tudom, hogy nagyobbat üssek, nagyobbat lőjek. Soha nem használom ezeket a különböző piákat, vagy minden. Amivel gyakorlatilag buffolhatnám a képességeivet. És hatékonyabban tudnék dolgozni. Oké, na nézzük. Hát figyelj, viszünk mindent is, mint a piros hetes. Na várja, merre menjünk? Valószínű, hogy erre lenne jó. Hú, elfelejtettem, hogy már ezek rohannak idejkor is, ugye? Ilyenkor is. Ja, kicsit felöltlenül viselkedek. De mondtam, hogy Rambóba megyünk. Oké, óta mindegy, gyerekek, szedjük mindent, ami van. Itt is lesznek. Olyan rekkek. Már itt tudja, hogy van valami ellenfél. De szarnak akad ennyire. Nem volt eddig ilyen ez. Itt van, aha, itt van a lőszer. Meg ezeken is ugye lehet találni dolgokat. Ez egy alkatrész volt. Nem. Szintén alkatrész. Modifikációk. Lőszerek. Tök jó. Jó vagyunk egyébként. Azon agyalok, hogy itt... Lőszer. Ezeket érdemes kilutolgatni nagyjából. De egyébként eléggé... tága fogalom. Hogy mit érdemes, meg mit nem, meg nem nagyon mutatja, hogy melyiket lehet, meg melyiket nem. Na, menjünk tovább, ugye nagyjából ezt ismerjük egyébként ezt a környéket. Ja, de így nagyon akadozik, nem tudom. Nem volt az ilyen, lehet, hogy fut valami háttérbe, mondjuk azt mondtam, töltögetek fel videót. Mi volt ez a recsenés? Jó, de mindjárt nyakon verünk mindenkit, aki itt van, hogyha van. Ugye ott lesznek a kevélyebb dolgok. Hoppá, hoppá! Ugye nem elfelejteni, hogy most már futnak. Ugye eléggé magas
szinten vagyunk, ezért kicsit bedurultak a versenyzők. Gyakran vannak ugye olyan zombik, amik rohannak, mint az őrültek. Nem baj, mi is tudunk rohanni, mint az őrültek. Egyelőre mindent szerünk, aztán, hogyha nagyon megtellünk, akkor ki fogunk pakolni. Ami nagyon különleges dologra számítok, mondjuk abban a szempontból lehet, hogy ez tök jó hely. Mert ugye azért ez egy fegyvergyár, nem fegyvergyár? Inkább egy ilyen fegyverbolt, meg hozzá egy ilyen shutting range, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt a... Angolul ezt a mihez lőtér, ugye? Magyarul lőtér. Ja, hát akkor tudjuk ezt. De figyeljetek, akkor, akkor lesz ugye probléma, hogyha arra bemegyünk, úgyhogy arra lehet, hogy azt kell csinálni, hogy valami kiáratot csinálni. Borzalom. Itt, ami itt ugye történik, hogyha ide bevész, ott egy ilyen, mit tudom, 30 darab nagyon kemény zombi lesz, úgyhogy lehet, hogy kellene, először is pakoljunk ki neki, csávónak, és lehet, hogy kellene csinálnunk egy valami olyan helyet, ahol így el tudnánk bújni. Ezzel el fel tudunk most készülni, úgyhogy ezt lehet, hogy ki is kellene használni. Figyelj, egy vitamin tegyünk valamire, csak jó lesz, ha? Azt hiszem, az vitamin volt, ugye? Mondta, hogy vitamin volt. Meg ígyunk egy kávét, ez is jó, hogyha van. Az üzemanyagot, meg ezt a szart is elrakom, így. Minél több dolog legyen kiragva, oké. Van fánk? Nem olyan fánk, hogy fánk, hanem ilyen receptek. És akkor csináljuk már frame-et. Egy pár darabot, ötöt. Már csak azért. Szerintem azt fogom csinálni itt okosba. Itt már kiképzek magamnak egy ilyet. De itt vissza tudok jönni. Ja, de nem jó, mert hátulról is jönnek. Figyelj, itt valahogy nagyon ki kell találnod, hogy mi legyen a tactics. Mert itt elmondom neked. Itt borzalom fog történni. Borzalom fog történni. Úgyhogy itt valami nagyon-nagyon epik jó ötletet ki kell. Arra gondoltam, hogy ide lehet, hogy föl kellene mennünk, ha? Érted? Csinálni egy olyan helyet, hogy föl tudsz menni. Aha. Figyeld, és akkor gyakorlatilag ide föl tudunk rohanni. Szóval, hogy mit tudom, hogy szét tudjuk lőni. De itt hallod, itt őrültek háza van. Hogyha itt legszívesebben mentelék egyet, de ugye nem lehet. Figyelj, és mi lenne, hogyha... A szaros... Ó, te hülye! Itt volt... Ne! De mit sebződök én itt? Már nem álltam benne abba a rohadt idejébe. Itt van elvileg egy... Jaj, szöges drót. Láttad? Szöges drót volt. Csak tök nem láttam. Láttad, de én nem láttam, jó. Na, arra gondoltam, hogy itt föl lehetne kapatni, nem? De egyébként milyen jó védelmünk van, hogy... Egy ilyen hátsó támadást így ki... okumulálni. Ez nem rossz. Muszáj kitalálni valamit, mert itt gyerekek, ne ennyit a rambózás, ami. Kitől azt mondta rambózunk, az közben meg itt ide jelünk. Gyökérkedünk. Na, figyelj, ott egy csávó például. Na, szerintem most te fogsz szabadulni a pokol, gyerekek. Kezdődik bazza a buli. Most tudom, mivel lőjek, talán ezzel kéne. Lehet, hogy még nem szabadult el. Ezt is fölveszem, mondom. Valakik mocorognak, nagyon mocorognak. Aha, az a lényeg. Egymást lökik föl, bazen. Sniperunk. Húha, ez lehet, hogy föl fognak jönni itt az ablakba. Gyerekek. Aha, ez szerintem itt bontja a falat, Dick. Jó, amíg átér, addig itt el vagyok. Oké, okay, ott volt egy loot is. Aha, itt ezek boly... Baj van. Nem vagyunk egyedülek ezzel, nem mondok, tesó.
Nem is gondoltam volna, komolyan. Egyébként itt nem is kellene használnom nagyon a... ...762-est, hanem ugye használhatnék például 9 mm-est. Jó, gyerekek, baró jól megoldottunk, de szerintem ez még nagyon kevés. Itt azért többen szoktak megjelenni. Valakik itt csettegtetnek, és ott jön a csávó. Csettegtetés az azt jelenti, gyerekek, hogy mi? Elsőleg ugye. Ütik a falat, na. Oda viszont be tudnék jutni én is ennyi erővel. Oha. Hogy haver, ez kellett. De szerintem arra mennek, mert akkor itt föl tudnak jönni, és akkor engem itt tudnak ütögetni. Ott van a... ott a látod? Szóval szerintem tök jól megoldottuk. Nem kerültünk akkor a szarba. Gyerekek! Oké, még nem halt meg. Tudod, agyalok, hogy ott a minimapom az miért mutatja a zombikat? Mondja. Elég lehet viszi a csákány ezt a... Valahogy be kéne ugranom. Ezt egy kicsit elővesszük a nehéz tüzérséget, azt adom nekik. Vitamin az ilyen immunitást ad azt a betegségre, például megütnek, ugye? Jó, itt akkor megpróbálok bevenni, de kicsit keményen fegyverezettel. Itt jönnek föl, de hogy jönnek itt föl? Ja, itt a létre. Nem probléma. Nem tudom egyet, mit ütnek, vagy valamit törnek ezerrel. Kicsit parád a hang. Na most paze. Készüljünk a legrosszabb a gyerekek. Gyertek köcsögök, hol vagytok? Úra megettem nőtt a szartól. Gyere, gyere, gyere! Gyere rám! Mi rossz érzésed van? Hogy valahol vannak, azt tudja végig. Na vagy szerintem még mindig meglepnek, azért tudnak meglepetést okozni már, mint úgy, hogy kicsit fájdalmas tud lenni. És már itt ebben az épületben kéne benéznem egyébként. Hát mit ütnének mást, hogyha nem ezt? Itt nincs senki, pedig itt hallom. Á, ott a hülye! Aha. Szerintem ez volt, jó. Akkor meg is vagyunk? Tök jó. Kisírtott, gyerekek, kisírtottuk? Várjál! Szaplit kell keresnem, oké, egyelőre most megkeresem azt, ami nekem. Gyerekek! Oké, hogy beadta ugyanúgy a küldetést, de figyeld! A ládák, azok nem töltöttek újra. Valaki örök. Nem töltöttek újra a ládát, úgyhogy ez... Ez érdekes. Várj, nem menj! Nem menj! Ja, ami volt nálad, ezt akkor pakoljuk be. Jó. Ezt feltöröm. Ja, nem töltöttek újra a ládák, gyerekek. Látod, hogy a sadnyammal siásosok ugye nem kerültek. Ugye ezt a küldetést megcsinálta, meg megint beadott egy másikat ugyanide, de... Ezek a ládák, ezek nem... Egy csomó minden újra töltődött, de ez nem. Érdekes, ilyet sem láttam még. Hogy ez így működne. Egyébként ugye itt valószínűleg csak ez egy loot van, már régebben körbejártak az egészet, nem sok mindent lehet majd találni.
Tudom egyébként, hogy van az a, mit tudom, lehetne loppikelni is, de szerintem ez is tök jó. Meg azt hiszem, van az a robbantó cucc is, amit ráraksz, és akkor levesz belőle HP-jából 5000-et talán, de hát azt meg az a baj, hogy cüpeled magad állandóan. Ez meg egy ilyen pofon egyszerű, ez ilyen bolond biztos megoldás, hogy szétverjük a tarcba, nem? Oké, okay. Na mi van ebben? Miért is ilyen csizma, oda nézzél. És ez mindenben jobb, oda nézzél. Akkor ezt fel is vesszük. Ez minden, egyszerűen mindenben jobb. Jó, meg ez várja a modifikációkat, ki kéne rakni vele, na mindegy. Jó, az, van itt ilyen, te bassz, nem minden szar van, várja, össze kellene. Ne kéne szkepelni, csak nem tudom bassz-e, hogy mi a szarér van az. Hogy akar ez a dolog. Figyelj, én íjat nem hiszem, hogy fogok használni, nem? Jól gondoljuk, srácok. Ezt még mondjuk együk meg. Ezt mondjuk leszkepeljük, és mindjárt elfér minden. Ugye minden elfért. Nem, még a tényleg valami. Figyelj, ezt kidobom francba. Az ezüst meg akkor jön. Oké, annyit akartam, hogy akkor ezen megnézzük a modocsításokat. Mik voltak rajt nekünk? Ugye csak az a ideje, hogy nagyobbat tudják, magasabbról tudják esni. Ez mennyibe kerül? 192-be eladható cucc lesz. Papírt eldobom. Jó, meg ezt is eldobom. Majd a kocsiba meg kipakolunk természetesen. Ezt meg akkor levesszük. És akkor rárakjuk a sajátukra, acél boostot. Oké. Magasabbról ugye tudsz esni, hogyha úgy. Ja, ezekben esetleg az üzemanyagot kinyerjük, berakjuk a járműbe. Ugye ezeket az épületeket nem érdemes kilutolni, amik itt előttünk vannak, mert ezek inkább ilyen gyakorló pálya akar lenni a lövöldözős cucchoz. Hát ezeket kilutolom, aztán ennyi volt gyerekek, nagyon tovább. Nem sok minden fogunk. Itt is ugye ebben sincs semmi cucc, itt ami van. Van a kocsiban, meg aztán itt a mögött a lévő épületben lehet bármi, de annyira nem azt. Ajá. Jó, trolljál meg. Nem, ez is már ilyen shutting range dolog. Jó, ennyi volt gyerekek ez a map. El kell menni a szapliért, az meg valahol itt van. Hol az? Errefele. És azt kell visszavinni, ugye? Úgyhogy ezt meg is csináltuk, ezt a küldetést mondhatjuk. Ó, itt volt egy kis lőszer. Na, no, van az a szor? Még odébb, 4 méterre. Mi van, még hátsó helyiség van. Hallod, ez hol? Hol a szarba vagy? Hogy lehet oda tovább? 4 méterre van a kezdi. Na, Riama. Ez csak for, nem? Na, ezt most majdnem szét is ütöttem. Ez úgy jó buli lett volna. Jó, ezt le fogjuk adni, ezt... ne! Egy auger! Tudunk csinálni... Ezt nem is figyeltem, bazd, tudunk csinálni augert. És az nagyon kellett, mert nagyon sokat áskálok, jaj, de jó, auger készítés lesz, gyerekek, mindenképpen. De ebben a részben van, tök jó néz ki egyébként az ég. Mindig ilyen jól nézett ki. Auger készítés fog történni. Itt ezeket a frame-eket felszedjük. Ne legyen már ilyen szétcseszett itt minden, nem? Egyébként kevésen túl vagyunk terhelve. Ja. Oké, okay, gyerekek, hát akkor meg is vagyunk. Ja, eléggé túl vagyunk terhelve sajnos. Ki is lutoltuk, motorba kipakolunk. Az olyan dolgokat, amiket eladhatunk, azt meg el fogjuk adni. Ilyen egy-két dolgot. Na. Inventory. Ezt nem tudom, hogy az én komolyra akad. Na nézzük át ezt akkor, figyelj pénzt, azt mindenképp ki. Nem is lehet, hogy nem is csináljunk azt, hogy most eladjuk.
hanem inkább nyomjuk tovább, gyerekek, hogy minél több dolgot tudjunk megcsinálni. Mondjuk 5 követ meg ilyeneket biztos érdemes itten hurcolásznom magammal, de hát jó van. Figyeljetek, az a jó, hogy a motornak már elég nagy inventória van, szóval egész jó, el vagyunk vele, ezeket mind kiszórjuk. Oké. A szupri az marad nálam, azt ami úgy látom nem is lehet. Jó, meg akkor tankoljuk bele az üzemanyagot a motorba. Oké, ezt emeltünk is. Már is. 45% egyébként jó nagy tankja van. Csávó még mindig van. Nem, a csávó az jött oda. Úristen. Szegényen jó kicsesztem. Na menjünk. És akkor megcsináljuk a következőket, és egyet eldobtam, nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja, és nem tudom, hogy miért nem lesz 5-ös szintűek. Csináljuk még 4-es szintűt, aztán talán valami lesz. Ugye megnyitottuk az útat, azt megcsináltuk azt, hogy a következő trader fele, azt nem tudom, hogy miért adja be azt is, nem? Elvileg meg van nyitva. Hát ezt nem tudom melyik részben, de csináltuk. Az utolsó valamelyikében. Hogy ugye át kell menni a másik traderhez, kész. Akkor azt miért adja be? Speciál jobhoz. Valaki, aki nagyon vágja, az okosítson ki ember, hogy mikor jönnek a tíratos küldetések. Nem mint hogy ez olyan könnyű lenne, de igazából nem is nehéz. Mármint ezek a 4-es küldetések, ezek elég jó felszereltek vagyunk, megmondom a frankót. Úgyhogy most nem fogunk eladni, hanem most inkább nyomjuk neki, mint az őrült. Jó, kajasz, pia szintünk, tök jó. Figyelj, szavasz, haver, megtörtént az esemény. Mit választunk? Steel chest armor, oda nézzé, és ezért pont jó lesz nekünk. Nagyon jó. Egy alijabod van valami? Azt mondja, hogy keletre, és északra var. Északra van, gyerekek. Kérnélyes. Az északit választok, nem akarok elmenni keletre. Ja, és elvileg jobban az armor, mint az enyém, és mindig az ütetjük, én mondom. Ezt beároljuk, ezt meg a modifikációkat kiszedjük belőle. Ebben van ám bőven. Ebben van bőven modifikáció, szegecsek, mit tudom én, mi nem. Jó. Mindig inventory-t akarok nyomni, i betűt akarok. Aztán közbetap, ugye. De várj, az 4-es szintű, és ezt nem fogom tudni belepakolni. Vagy csak 2-re enged. De akkor is jobb, nem? Figyelj, ez mit ad? Ez armor plusz 2-t. Ez kapacitást adjon, az kell. Az armor ugye növekedett. Várj, mennyi volt ennek az armorja? 10,7. Ja, ugye megkaptuk akkor már azt. Hát nem valami jó. Mert ugye ez jobb volt, gyerekek, már mint annyi van, hogy abba be tudom rakni az armor plusz 2-t, tehát akkor armorja lesz mindez. Vágod? Mármint ugyanott tartunk, gyerekek. Ja, úgyhogy egyelőre ezt nem tudom lecserélni, 6-os kellene belőle. Vágod? Remélem, hogy mit mondok. Hogy ebbe bele tudom rakni több modot. Be tudok rakni ebbe a 4-et, és ugye berakom az armor plusz 2-t, akkor már majdnem ugyanott vagyok, sőt, csak 7 tizeddel vagyok rosszabba, mint a... mint most felvettem azt az a steel. Úgyhogy az a steel az valószínűleg megy a levesbe. Sajnos ugye nem lehet, jó lenne egyébként, hogyha lehetne mondjuk upgrade-elni az armorokat, hogy följebb húzni, de ha nem lehet, akkor cseszhetünk. Jó, az a 4-es armort ezt el is adom, mert akkor már, ha már egyszer itt vagyunk, meg itt az inventoringba, akkor... hadd menjen, meg elég jó ára is van, úgyhogy szavasz. Oké, akkor csapjuk neki, gyerekek, következő küldetés északra van, ami, mindjárt ránézek a mapra, hogy azért tudjunk valamit. Mennyire van ez messze? Város. Kiégett földváros, ez viszont nem lesz annyira. Nem talán, de várjál, nem, ezt nehogy megint ugyanaz ahhoz a házhoz küld, ahol egyszer voltunk, mert akkor vadulok meg, gyerekek. Itt valahol voltunk ott egy ilyen házba, tudjátok, ahol föl kellett menni a tetőre, de hogy oda küld, akkor már tényleg az lesz, srácok, hogy inkább hazamegyünk, és akkor kitaláljuk, megcsináljuk az augert, egyébként tényleg akarok sokat ásni, augerrel ugye tudok, üzemanyag az van, dögivel, akár mennyi, mivel itt van ez a rengeteg autó, akkor kiszedett, ha akarod, nem szeret, de az, hogy ez a küldetéseket nem adja a tírötöt, azt nem vágom miért. Lehet, hogy megint megcsináljam azt a nyissuk meg a
Gyerekek, ilyet is megnézhetnék, ilyen épület együttest, hát ha van benne valami jó út, nem? Hogy egy küldetésre koncentráljunk. Na ugye ezeket lehet, hogy már kilutoltam, de az már nagyon régen volt. Menjünk tovább. Ne. Ez a milliónyi autóból ugye annyi üzemanyagot szedsz, vagy takarsz, vagy pedig ugye azt hiszem, hogy van például olajpalám, amivel ugye tudok is főzni, amennyit nem szégyellek. Szóval ilyen problémák nincsenek. Hát itt megyünk át minden a kicsi Western város szerű, nem Western város egyébként, de ilyen pusztulat, ilyen arizonai kisvárosnak tűnő faépület és akármicsoda. Ja, elég jól takarékoskodik az üzemanyaggal egyébként az autó. Meg tök jó, hogy azért valamilyen objekteket így le lehet rombolni. Na, menjünk az úton, mert itt mindig neki megyünk mindenek. Stop tábla. Hello, nincs stop tábla. Baza, ennyi volt az út. Azt a betyár. A gyerekek, tiszta ide terepmotorozás. Egy kicsit para. Medvébe remény, ütközzünk bele, mert akkor van baj. Nem mondod, hogy fejre álltál, és jön a madár. Madarakról esküször meg is feledkezte. Szalomba megyünk, aztán talán felkerülik egy fára a madár. Na. Hát az úton jöttem volna, lehet jobban jártam volna, na kíváncsi vagyok. Hát remélem nem megint ugyanoda küld, de talán nem, dehogy nem, bazza, nézd oda. Itt is voltunk, emlékeztek rá, szerintem bőven. Ugye? Itt vannak ilyen kutyák, meg ilyen kutyák, meg mindenféle kutyaféle dolgok. Ez borzalmas egy hely. Jön a kutya. Kutyától fosok, gyerekek, komolyan. Ojaj! Járni kell jön az úrba, baj volt, bazze! Csak talál de. Milyen jó ízébe van. Ezt be kell tárazni, bazze, elkezdtem tárazni, pedig még volt benne bőven lőszere, majdnem meghaltunk miatta. Mami meg fut neki annak a szerencsétlennek. Használok sörétest, hogy ne fogyasszam a 762-est, hogyha nem muszáj. Ó, bazze, gyerekek. Ez egy kemény hely. Ez egy kemény hely. Ez egy rohadt kemény hely. És futnak, ez a durva, érted? És futnak, ez a baj. Na, leszarom. Kinyírok egy zombikat, csak amikor már van, az nagyon gáz. Na még hogy? Hát ide azért ott kell lenni a toppon, öcsém ma. Áh! Hallod? Ez pöszme nehéz már a játék, te. Hát mi ez, hallod? Ez nagyon brutál. Itt meg mit lámpázik? Nincs is semmi lót, vagy van? Itt nem nincs semmi. Itt ide a rohadt krumpli, vagy mi. Fa, öcsém. De jó nekem, hogy volt fa. Jó, ez egy beteg állat kevés játék lesz. Egy ide után, ugye. Na mi van, barátaim, van, vagytok? És nem lesznek annyi, mint a nyüvek. Ilyen macskakaja, meg ilyeneket is egyébként már nem sok értelme, hogy mert
van annyi vagy kajám ugye az sokkal jobb minőségű van, jobbat csinálok. Szóval én mocska kajákat minek egyek, érted? Ilyenekben mindig csak kaják vannak, ezeket lehet, hogy így el kellene engednem, hogy csak olyat utoljak, ami... Figyelj, itt lőttem feje veled, erre meg föl se ébredt. Én kimegyek. Ezek a hangok. Aha. Megláttam a bugyiját. Ja, ezek a hangok, ilyenkor inkább megyek ki külső térre. Jobban tudok védekezni, ahogy van. És itt még biztos, hogy 86-an lesznek. Ez mi a főbejárat? Jó, már van zárva, nem baj. Sehol senki. Hú gyerekek, hú gyerekek, hú gyerekek. Egyszerűen senki nem ül? Jó. Ja, az ilyen trash lootokat lehet, hogy el kellene engednem, tényleg úgy kellene. Könyvespolc ugye az érdemes mindig megnézni. A tarúz. De van egy csomó dolog, amit nem biztos, hogy érdemes. Valaki fut. Megint. Valaki megint rohangál. Nem nagyon örülök neki. My senses have picked up something. Ez meg ott lenne héderezik. Már a szekrénybe, dik. Esküszöm gyerekek, ez a játék, ez nagyon tök para tud lenni. Mert ilyen tök ilyen, inkább jumpscare, mint hogy ilyen nyomasztó dolog lenne. Várj, ez is rengyelmes. Hát az. Egy fejlővés nem vitt el. Egyébként érdekes, hogy ennyire nem vesznek észre, pedig... Szinte full fénybe vagyok már. Lehet, hogy egy jó megoldás a lopakodós szet. Viszont az a gond a lopakodós szettel szerintem, hogy vannak ezek a scriptelt események, amikor bemész valóba, és mindenképp észrevesznek. És rád rontanak egy csomóan, akkor hiába lopakodsz, mert úgyis észrevesznek. Mondom, hogy mi ez? Sniper rifle. Nem hiszed el, hallod? Nagyon jók a lootok, gyerekek. Tudok sniper rifle-t csinálni. Bár lehet, hogy még eléggé kis minőségűt. Valaki üt szét valamit, egy kicsit idegesítő. Megmondom a frankót. Na, és itt megint elszabadul a pokol. Van volt ott? Valaki megjön, de jó. Aha, itt a nője. Szerintem ez alulról követett. Na, itt vannak a bajok. Ugye, ha bemész, az megint izé van. Itt a bolondok háza. Mindegy, kemények leszünk, mint a Rambo áron gyerekek. Na. Ugye, most valószínű, hogy feldűjtettünk mindenkit is. Ez jó, ez jó. Jó vagyunk. Láthatóan erősödünk. Egyébként a balszám közti házban mi? Láthatóan erősödünk. Megnézem itt fönt még, mert itt is nagyon gyanús. Nincs senki. Akkor bemegyünk aztán. Gépfegyverrel. Valaki hecsereg megint. Hecsereg, becsereg. Úgyhogy valaki még jön itt. Természetesen, mert nem oldottunk volna meg. Komolyan mondom, tök jó vagyunk, tök jó vagyunk.
És itt van a, szintén a szapli. Meg egy csomó minden loot. Jó, örülünk, boldogok vagyunk, jó cuccok megint jöttek. Viszont... Látod, és ezeket szétvert ládák itt már voltak, és nem, ezek nem kerülnek újra. Úgy állok, hogy észrevegyem, ahogy van. Jó, ezt szétcsapjuk gyorsan, megszerezzük a szuplit, visszamegyünk, és valószínűleg, hogy csinálunk egy augert. Azon agyalok, hogy lehet, hogy az kellene. Meg ugye egy sniper rifle-t rápróbálni, de augerből az a baj, szerint nem tudom, hány szintűt tudok csinálni ilyen eszközökből. De hát egy auger mindenképp jó lenne, mert akkor ásnom, marha gyorsan tudnék. Valaki, mint a ketyegnek. Ha valaki jön. Azt a betyár, ha ott kiütötte itt a falat, az kijött rajt. Ez egyébként ebben a játékban az egyik ilyen nagyon... hogy mondjam... Fú, itt soha nem érzed magad biztonságban, mert még a falon keresztül is jönnek. Tehát nincs az, hogy jó, beállok a sorokba, onnan nem jönnek. Arról semmi nincs olyan. Mindenhonnan jönnek, tesó. Na, oda nézzél. High Power 44-es Magnum Burst-szer készítését. Vállaljuk ezután, és akkor itt már nincs is semmi. Jó. Jó, hát megyünk vissza, gyerekek, hajtunk ezzel. Szerintem nagyon frankon megoldottuk a dolgokat. Szerintem itt meg le is tudok ugrani. Ugye rajtunk van a csoracsipő. Csoracsipő, csoracsipő. Hát ilyeneket nem biztos, hogy érdemes kirutolni, mert valószínűleg, hogy is majd küldetés van hozzá. Figyeljetek, visszavegyük. Vaj, a szapli. Bazza, majdnem nem. Majdnem ügye volt a keeper. Majdnem ügye volt a keeper. Vaj, hol van? Hány méter? 4 méterre. 2-1. Már fogtátok a fejeteket szerintem, hogy a francba megint elcseszed. Jó, örülök neki, hogy ezeket a küldetéseket csináljuk, mert oké, olyan loot, meg fejlődünk, meg minden csoda dolog már, de az a nagy probléma, hogy nem ez lenne a fő szempont. Hanem, hogy a T5-eseket nyissa meg. Lehet, hogy azt az utolsót megcsináljuk, azt a speciál jobot, de azt a speciál jobot már csináltam. Ja, azért nem vagyok-e. Úgy jól csináltuk, hát átmentünk a másik, az orvos csajhoz küld. És ez akárhányszor meg lehet csinálni, az meg mi értelme? Vagy ott kell tovább csinálnom a küldetéseket? Mikor jönnek a T5-ös küldetések? Ha? Sráncok. Egyébként tudom, hogy most annyira nem közeledünk a cél felé, de ugye jobb az úton menni, mert akkor nem fogunk elakadni minden szarba. Úgyhogy ezt így okosba csináltuk meg most. Ó, beraktam a hintába a verrát. De ugye addig nem lesznek erősebbek a küldetések, tehát nem is az a nagy problémám, hogy jaj, hogy mert mit tudom, nem tudom megcsinálni ezeket, és akkor nem nincsenek küldetések. Vannak küldetések, csak nem olyanok, amiket én várok. Legyenek nehezebbek, túl könnyű a játék. Könnyű a játék, nagyon könnyű. Nagyon jó haladtunk, 41. napon gyakorlatilag megvannak majdnem az összes fegyver, elég jó minőségűben is. Vannak jó armorjaink, ugye, 6-os, igaz, hogy csak iron armorok, de nem olyan rosszak. Tök jó bázist építettünk ki, szisztematikusan, ügyesen haladtunk, és nem nehéz a játék maga. Akarok kihívást, nem tudom, hogyan tudnám megoldani ezt. Menjek izé éjszaka, mi a városba. Ugye ott is csináltunk egy ilyen sniperes helyet, onnan tudnék sniperködni, de valami legyen valami cél is. Ez lenne jó. Lehet, hogy bevallom azt a speciál jobot, mert nem akarja. Figyeljetek, eljövök másnap, ugyanúgy a tier 4-es küldetéseket adja. Nem tudom miért. Mindjárt megcsináljuk. Szóval kipakolunk meg minden, aztán majd később eladjuk a cuccokat. Nem akarom belevinkolni most, ez egy másfajta rész, ez egy ilyen rohanós, darálós, fajtás. Na figyelj, adjál valami, mit adsz? Pump shotgun, érted? Most ez mennyit ér? 1100-at? 4-es. Az a baj, nekem van 5-ös sem, figyeld, haver. De mindegy, azt vesszük ki, mert... Ó, várjál! Ho 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 ho
Valami történt. Valami történt. Ó, 4x4-es jármű. Sniper Rifle Bundle. Vagy Food Bundle. Vagy Baton. Steel Armor Bundle. Nem tudom, gyerekek, a Sniper Rifle Bundle-be ez egy alkatrészek voltak hozzá, vagy mi van hozzá? 4x4-es autó alkatrészek. Azt mondtátok, az autó nem jó, hagyja meg, engedje meg. Steel Armorból meg biztos nem hatost fog adni. Úgyhogy azt nézzük meg a Sniper Bundle-t. Tök jó, és akkor mostani job. És veszem ma megint. De viszont most nem tudom, most valami történt, mert ugye ez érdekes volt, hogy arra várja speciális job. Tehát ez jó, elfogadom. De lehet, hogy ez most más traderhez küld? Hova küld, öcsém? Nem, de várjál. Ezt már én egyszer megcsináltam. Lock a trader 2,7 km-re. Ott mutatja. De azt én már meg... Azt már esküszöm, hogy megcsináltam, barátom. Nem, ez egy másikhoz küld, öcsém! Ez egy másikhoz küld! Akkor erősen elgondolkozok rajta most, hogy ezt oda elviharozzunk-e. Lehet, hogy lemotorozok oda, és megnézzük akkor, mi fog történni. Hát igazából nagyon sok minden nem. Szerintem. Úton megyek, jó? Úton megyek. Gyorsan elmegyünk oda. Következő traderhez. És azt nem tudom, hogy ezeket a speciál jobokat lehet, hogy muszáj megcsinálni. Lehet, hogy ezután fog megtörténni. Mert valaki írta egyébként, hogy ezeket meg kell csinálnom. De jó, oké. Elmegyünk a traderhez. Viszont most történt valami, hogy megcsináltam ezt a küldetést, mert adott még egy ilyen lehetőséget, hogy választhattam. Az akkor szokott lenni, hogyha egy bizonyos tírt így átlépek. Lehet, hogy holnap már a tírötösüket fogja adni. Esélyesnek tartjuk? Vagy meg kell volna csinálni az utolsó tier 4-et, de nyerve akkor azt csinálom, hogy felveszem, az visszadobom, mert ugye nem került be ugyanoda. Érdekes dolgok ezek. 25 üzemanyagunk nem sok van. És lehet, hogy majd autókat kéne szétkapnom. Csak azért sebesség legyen. Hát itt mond nem lesz út. És van út, de nem olyan, amit akarok. 24%, hát gyerekek, remélem, hogy visszaérek. Mandika mindig mondja, hogy ellen szokott röhögni, hogy mit művelek én itt az üzemanyaggal, állandóan ezt szívok. Egyébként itt várjál, itt van egy benzinkút. Aha, itt van valami íze, itt szokott lenni üzemanyag, nem? Nem ma kikap, szétkaptam. És kilutoltam. Jó, hát valami csak lesz. 2 km arra. Az mi ott az az épület? Ó! Oh. Várj, over! Nem, nem, nem! Nincs bukós is, akkor nem jelzenem. Nem vagyunk erre. Jó, erre emlékszem, gyerekek, ez a benzinkút! Emlékeztek erre a benzinkútra? Várj, itt még nem is jártam. De jártam. Tudod, a legelső részbe itt telepettem le. Ó, hogy rohagy meg. Itt. De... Ruha. Bingo. Álljál le. Jó lenne, hogyha nem azt nyomnám. Ó, te fiú! Hol a késem? Most keresem amúgy. Kiraktam valahova? Elég baj. Na, hol raktam ki a kést? A dingó meg közben megrohadott a napon. Ah, itt a késem. Ezt keresem, gyerekek. Ezt keresem. Egyébként ezt meg be kéne scrapelni. Ugye hallod, hogy amikor inventory-ba vagyok, miért akar a játék, az fogalmam is. Ja, a dingót le akartam bökni. Jó, ez mi?
A bón akkor nem érdekel, jó bón nem érdekel. Jó, ezt imádtam ezt a benzinkot, itt voltam legelőször, esküszöm. Itt volt egy, itt van egy szökőkút nem messze. Viszont innen tudnék üzemanyagot is szerezni, már most már megmondom őszintén, hogy most itt elmegyünk a traderhez, vagy nem. Elég elment az idő. Elvileg itt kellene lenni üzemanyagnak, szerintem ilyen konnágyba szokott lenni. Ó, itt a 70. És nem tudod hol rakni, várjál gyerek, várjál. Van egy scope, mondom egyébként. Kettes scope szarra való, meg egyébként tele vagyok hülyeséggel. Ezt meg megint ugye meg kéne enni. Ez megint scrap lesz, mert nem érdekel. Ez mennyit ér? Nem érdekel 120 ér. Azon van ilyen kettő glue, öt vas, meg ilyenek vannak nálam, amik nem sok vizet zavarnak, ezeket meg esetleg megzabáljuk. A macska kajától elkezdve minden. Jaj, gyerekek, rengeteg szar. Ezt nem is hiszem meg, hanem kidobom. Okay. Na. Kemény 70 darab volt, komolyan. 25. Persze, bazze, hallod, nézd, hogy térden állva fut. Mint a pókocsém, hallod? Brutál. Na, te ebben lehet, hogy van valami. Ha, na jó, itt az üzemanyag. Ezt kerestük! Ezt kerestük! És mehetünk is tovább. Azt hittem, hogy parkörözök egyet. Talán, ha nem akad be, akkor még jó is lett volna, apám. Ja, nem tudom egyébként. Ez az engine, ez nem tökéletes. Folyamatosan ilyen töltögetés, meg minden szar van. Na! Egyébként szerintem valaki támad engem, mert nagyon nyugtalankodik a rendszer. Várjátok, merre kéne menni? A francot mi? Most mit kell nekem mire akadnia? Hát kéne menni a hidon. Ott is egy kutya el. Ugye a húsra szükségünk van rengetegre, mert ugye az abból nem tudunk termelni, hanem azt ugye vadászni kell a kajához. Szóval a hús az nem baj, hogyha szedünk sokat. Jó, 41%-on van a motor, gyorsan el kéne menni az a traderhez, aztán utána meg haza. Elvegyük, talán ez az út az arra vezet, mondjuk meg is nézhetnénk mennyi erővel. Aha. Itt egy városon át, hát arra vedett nagyjával. És ott is egy farkas. Ezeket gyors kiírtjuk, jó? Bocs, érted el. Hát, ez bőven kajánk. 12 húsit ad egy ilyen, úgyhogy ez nem olyan rossz. My senses have picked up something. Igen, jól van. Na, menjünk. Valószínűleg erre tök jól eljutunk, és lehet, hogy akkor a tradernek fogjuk abba hagyni a mai részt. Már ma megint egy óránál tovább járunk, és meg fogtuk őrülni. Úgy nézzük, katonai bázis. Katonai ilyen tábor volt, azt a betyár. Egyébként tök jó, nagyon jó minden. Jó az a játék. Hogyha egy játékot vinnék magammal, még mindig azt mondom, hogy vihetnék magammal egy ilyen lakatlan szigetre, még mindig azt mondom, hogy valószínűleg a Seven Days to Die lenne. Mert így a leghosszabb ideig eljátszható játék szerintem ez. Hogy így a legváltozatosabb tud lenni számodra. Na de nézd, mi ez? Víztorony. Tök annyi minden, és igazából a kreativitás szab határt annak, hogy miket csinálsz, meg mit van, nem? Gyere. Sávó, pá, bocsánatot kérek neki, kicsit neked mentem. És igen, ez az a város, ez az a város, amelyik izé, ez nagyon jó, oda nézd meg a kórház. Ez ilyen izé, ez nem zombi földön van, nem kiégett, meg robbantott földön, de ilyen. Oda nézd azt a hegytetőt ott fönn, az egy, hallod? Oda fölvenni ott lakni, az sem az mi? Na, ez izé volt, ez nagy vad volt. Lehet, hogy el egy kicsit izélünk, rövidítünk.
Nem is gondoltam, ilyen hamar ideérünk. Az a baj, lehet, hogy fázni fogunk ott, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire jó ötlet így menni. Gyorsan bemegyünk a telepre. 300 méter, itt is van egy ilyen valami. Ezek ilyen túlélő táborok, ha megfigyelitek. Hú, ez mekkora változás ez a hó. Ez egy hó, nem? Szememet kiviszidik. Itt van egy ilyen valami motelszerű. Talán az. Fotelszerű. Ah, meg is jöttünk. Szuper gyerekek, meg is jöttünk. Oké, okay, és akkor bevegyük, megcsináljuk ezt a speciál jobját, csávóra. Ez egy tök jó, ez tetszik. Ugye voltunk már itt. Hello, haver! Jó fog vagyok ez öcs. Na, speciál jobot jöttük megcsinálni, ne akadjál be. 550 mixfej, de jó. És akkor őnek jó van egy anijabja, és ő neki ugye megint ugyancsak egyes, mint tier 1-es küldetéseket ott, szóval azok nem fogom megcsinálni neki. Inventory-ba van-e valami jó eladó cucc? Figyelj, ezt a sörétest ezt mindenképpen adjuk. Nézzük meg mi is, hogy mit adjuk. A pénzt azt mindenképpen adjuk. Megnézem, mit adok el. Ugye az olyan könyveket, amiket mi már megtanultuk, azt is eladjuk. Papír az nem baj, hogyha van. Jó, egyelőre akkor ez marad. Mi van, ami olyan nagyon érdekes nálad? Semmi? De mit csinálsz egyébként? Ilyen fegyverekkel foglalkozol leginkább, vagy mivel? Kopter. Kopternak a izéje. De ez ilyen accessori, ez ilyen alkatrészei, vagy... Chili dog recept. Ez is tök jó lenne. Ezeket lehet, hogy meg kéne. Ilyeneket kéne lehet venni, nem? Nincs külön füle. Nincs külön fül, hogy... Receptek. Tök jó lenne. Na mindegy, a gyrokopternek... Megvesszük a receptkönyvét, meg ennek a chili burgernek megvesszük, vagy chili hotdognak megvesszük. Nézzük recepteket, ezeket különben érdemes. 7-6-2-es lőszert tudsz csinálni, ez is jó lenne. Figyelj, igazából a pénzedet nem hülyeség elköltened. Főleg olyan dolgokra, amik ilyen végtelen ideig meg fognak maradni neked. Na, pisztoly... 9 mm-es lőszerek 10%-kal nagyobbat sebeznek, ez is nagyon jó lenne. Lucky Looter Vol 2, you can... More animation lőszert kapsz. Gyerekek, ezek, szerintem ezekre fogok ráállni, ilyeneket megvenni, nem? Recepteket, szerintem az a legtutibb dolog az egészben. Na, ezeket... jó üzletet kötöttél velem, mi csávó. Na, ezeket tanuljuk meg. Tökéletes, ezt meg ki kéne operálni. Ó, ezt kaptuk is a sniper rifle-t. Én azt hittem, hogy ezért fogunk, és kaptunk hozzá lőszer. Azt hittem, hogy nem magát a fegyvert kapott, hanem alkatrészeit, amit a bundled be. Akkor lehet, hogy azébe a... Nem az parts volt, az autóban ott ki volt írva direkt, hogy parts. Jó, srácok, szerintem minden elbúcsú, vagy itt elbúcsúzunk. És akkor hát, figyeljetek, légy szíves, komolyan írjátok meg, hogy akkor ez hogy működik, hogy lesz nekem tier 5-ös küldetések, mert ez már kezd így zavaró lenni, hogy nem. Nem. Várj, itt elvileg írja, hogy hányszor haltok. Egy halálomban volt gyerekek. Egy halál, és 3639 enemit már megöltem. Jaj, de jó, lett kusom is, annak is nagyon örülök. 36 darab, megint tudunk csinálni egy csomó kaját. Jó, el is búcsúzom, itt egy kicsit hideg van, ott benne az épületben. Melegnek érez? Ja, itt maradunk, és akkor innen megyünk mindenképp tovább a következő részben. Köszi szépen a figyelmet, és írjatok segítséget, légy szí. Csácsom, mint csőtésztet.